Köszöntöm az ismerős nézőit, ismét jelentkezünk, akit most egy kicsit másik oldaláról, kicsit bővebben, kicsit jobban megismerhetnek, az nem más, mint dr. Ternák Gábor. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm én is a meghívást. Doktor úr, hát elsősorban orvosi tevékenységéről ismerik az emberek. Remélem. Viszont amikor így szóba jön a munkahelyeknek a sora, és itt Magyarországról beszélünk, akkor általában Pécs, illetve Szekszárd között voksolnak az emberek, de hát kevesen tudják, hogy ön például zalaegerszegi születésű. Ez így van, hát a családunk Zalaegerszeg környékén élt, az anyai ág, ott még az egyik dédapámnak emléktáblája is van, mert néptanító volt Jali Bánfa nevű helyiségben. És hát de az iskolámat, csak az általános iskolákat jártam ott, a középiskolákat Baján végeztem, és utána Pécsen jártam egyetemre, az első munkahelyem is itt volt. És 83-ban neveztek ki Szekszárdra főorvosnak, és amikor itt a kollega elment nyugdíjba, akkor mindenki tudta, hogy úgyis visszajövök ide, úgyhogy így ez a történet így kerek. Viszont mind a két város, mind a két megyeszékhely, Pécs és Szekszár is egy kicsit a magáinak tudja ma önt. Tehát mindig valaki, valamelyik város azt mondja, hogy na, a miénk. Ön ezt hogy, hova gondolja magát otthon? Hát ebben nem könnyű igazságot tenni. Én Szekszárdon nagyon jól éreztem magam, és ott kezdődött az én politikai pályafutásom is. Azt, hogy vissza, azt, hogy én, nekem ez volt az első munkahelyem, ahol most dolgozok. Innen mentem el Szekszárdra, és ide tértem vissza. Tehát itt töltöttem a nagyobb időt, és tulajdonképpen azért jöttem vissza 96-ban ide Pécsen, mert ugye hát itt van az egyetem, itt van az oktatás, itt vannak tudományos lehetőségek, és hát erre egy, mondjuk Tóna megyei kórházban nem igazán nyílik lehetőség. Amúgy mindig is az orvosi pályára készült? Igen, én nem is emlékszem, hogy akartam volna bármi más lenni, hogy tűzoltókat, vadokat terelő juhász, vagy bármi. És valahogy családilag el volt döntve, hogy én Pécsre megyek az orvosi egyetemre. Egészen kis gyermekkoromtól ez már egy determináció volt. Ugye három terület az, ami három szakvizsgát tett. Itt beszélünk belgyógyászatról, trópusi betegségekről, járványos betegségekről. Miért ezeket a területeket választotta? Hiszen mondjuk, ha már itt Magyarországon kis emberek azt gondolják, hogy inkább a gyermekgyógyászat, vagy nőgyógyászat, vagy bármi olyan terület, ami mondjuk ide köt Magyarországra, de hát mondjuk egy trópusi betegség az nem feltétlenül ez determinálja. Én elsősorban belgyógyász szerettem volna lenni, mert ugye ott a differenciát adott. Ugye fontos megtanulni minden orvosnak, hogy a különböző tünetek között hogyan lehet eligazodni. Lehette volna akár sebész is, hívtak a sebészeti klinikára, mert volt manualitásom, csak az a kellemetlen tulajdonságom volt, hogy alacsony volt a vérnyomásom, és simán elájultam műtét közben, úgyhogy ez azért zavarta a beteget is, meg az operatőröket. Úgyhogy véletlenül kerültem tulajdonképpen a Varajmegyei Kórház fertőző osztályára, amit nem bántam meg, és máig nagyon örülök neki, hogy ezt a szakmát ebbe az irányba került az életem. Hát ezt nem bírom ki szó nélkül, tehát hogyha jól értem, akkor alacsony vérnyomás, és tényleg el tudott ájulni hát, műtét a közben. Tehát, hogy... tehát még időben ki szoktam jönni, mondta, hogy na most fiúk, akkor kell ki. Tehát még minisztrálás közben is el szoktam ájulni, úgyhogy akkor vettem észre, hogy alacsony vérnyomás, ami most már nem így van. De szóval sajnos ezek azért befolyásolták. Pedig ugye az emberek nem ezt gondolják, tehát hogyha már orvostudomány, akkor az ember bírja a vért. Vagy a... Hát nem arról volt a szó, tehát én bírtam a vért, meg mindent bírtam, és állítom, sokkal cifrebb ügyeket láttam, mint a átlagos orvos kollégák itt, akik a pályán mozognak, de egyszerűen az állástól, tehát a hosszú egy helyben levő állástól lecsúszott a vérnyomásom, és gondot jelentett. Említette, hogy a fertőző betegségek nem félt mondjuk ettől a szakterülettől? Tehát mondjuk akár egy laborban is bármi baleset történhet, vagy ha kimegy helyszínre, hát ott is az ember bármit elkaphat, attól, hogy orvos ugye nem védett. Hát nézze, az élet egy veszélyes vállalkozás, még senki nem élte túl. De a copyright az enyém, úgyhogy...
De a lényeg az, hogyha az ember állandóan azon gondolkodik, hogy na, mit, hogyan, honnan szedünk össze, akkor jobb helyen se kezdi. Annyi sok szép pálya van, menedzser, mindenféle. Manapság már takarítónő is, higiénikus menedzser, ugye. Tehát választottam volna valami mást is. De ezt én nagyon szépnek és érdekesnek találtam, bár voltak azért olyan, hát környezetek, ahol hát simán el lehetett kapni olyan betegségeket, ahol az életben maradás esélye 20%. Nagyon sok helyet említenek a világban, ahol dolgozott. Hány helyen összesen? Mert mindig csak talán egy-kettőt emlegetnek. Hát nézze, ugye Afrikában dolgoztam a leghosszabb ideig, ott 3,5 évet voltam Nigériában, akkor Laosban voltam valamivel több mint 2 évet, akkor Kambodzsában 6 hetet, akkor voltam az öbölháborúban, ugye az öbölháború az is 6 hónap volt, és hát itt a cunamiban voltam kint segíteni, de hát azért rövid idő volt, 2 hét sem. Ilyenkor, amikor az ember külföldre megy, mondjuk említette Nigériát, az volt az első? Az. Ha jól tudom. Régen. Az első kiküldetés ilyenkor hogy zajlik? Az ember az mennyire megy ki egy félszel, egy egészséges félszel esetleg? Hát nézze, én már régen eldöntöttem azt, mikor végeztem, hogy az igazi orvoslás az nem abból áll, hogy az ember adminisztrálja a beteget, hanem kell egy olyan feeling, ugye? Hát azok, akik ilyen sűrű helyen dolgoznak, ahol egy orvos nagyon sokat tud segíteni, Albert Schweitzer, ugye erről kiváló könyveket írt, és hát bennem is valami ilyen érdeklődés támadt. Elmentem a minisztériumba, ugye végzés után, én már régen végeztem 69-ben, és ahol mindjárt elzavartak, hogy majd ha szakvizsgám lesz, akkor jöjjek vissza. 73-ban szakvizsgáztam először fertőző betegségből, és akkor mindjárt visszamentem a minisztériumba, és megkérdeztem, hogy na most megvan a szakvizsgám, hova lehet menni. És mondták, hogy most ugye ilyen elvtársi segítséget nyújtottunk akkor fejlődő országoknak, hogy most van egy pályázat Nigériában, már lejárt ugyan, de még lehet jelentkezni, és akkor az első 3 között engem is elvittek, és nagyon boldog voltam ettől a lehetőségtől, hogy mehetek. Ott elsősorban mi volt a fő feladat? Hát nézze, az egy trópusi, tehát nagyon-nagyon trópusi országnak egyik nagyobb falujában levő kórházban dolgoztam, tehát mondjuk 2-3-an voltunk orvosok, a legtöbb az 6 volt, a legkevesebb 2, és hát ott a tömeges betegellátás volt a feladatunk. Tehát én mindent, amit nem kellett operálni, az én dolgom volt. Amúgy ezt úgy kell elképzelnünk, mint ahogy a filmekben is ábrázolják, hogy kevés a gyógyszer, nincs fájdalomcsillapító, és a többi, és a többi. Csak a filmekben kultúráltabban ábrázolják, hogy ne kapjanak frászt a nézők, de hát ott azért kemény élet zajlik. Ilyenkor az ember hogy bír, megbírkozni mondjuk ezzel a gondolattal? Gondolom azért ott is azért jóval több olyan ember volt talán, aki lehetett segíteni, vagy nem, vagy... Hát ugye azt azért tudomásul kell venni, hogy ott a lehetőségek nagyon behatároltak. Tehát úgy a diagnosztika, mint a terápiás lehetőségek, de az, hogy az ember bizonyos tudást hordoz, amit itthon azért jó az orvosi oktatás, tehát az egészségügyi orvosi oktatás, az mégis jelentett valami tájékozódási pontot, és nekem a legnagyobb dicséret az volt, amit életemben kaptam, amikor az ottani főnővér, aki egy olyan 50 éves úriember volt, mondta, hogy hát mióta ott dolgozok, kevesebb ordibálás van a kórtermek körül, mert ugye valaki meghalt, akkor család ottan hangosan elsiratta. Tehát ugye csökkent a valamelyest a halálozás. Ez nekem nagyon nagy dicséret volt, nagyon büszke voltam rá, de tudtam, hogy nagyon szegényes az, amit én tudok ott csinálni. Említette például Laoszt, ott is ilyen feladatköröket kellett ellátni? Hát ott is mondjuk nagyobb... egy fokkal civilizáltabb volt a helyzet, tehát ott a fővárosnak egy kórházában dolgoztam, és hát ugye ott akkor úgy gondolták, hogy szocializmust építenek. Nem sokkal korábban jöttek rá, miután hirtelen nagyon sok elvtárs jelent meg az országban, akik úgy gondolták, hogy jobb a szocializmus azért. És úgyhogy ott az egészen más viszonyokat jelentett, de nagyon sok beteg volt ott is, akiket el kellett látni. De ott azért jobbak voltak a körülmények. Ugye, amiről még nem beszéltünk, viszont azért a közvéleményben benne van. Ha jól tudom, akkor laoszi
kedves felesége. Így van. Ott ismerkedtek meg? Ott ismerkedtünk meg, mind a ketten elváltak voltunk, és pillanatok alatt összejött a dolog. Ilyenkor az emberekben felmerül talán a kommunikációs nehézség. Akár a munka közben, de hát ugye magánéletben is, akkor ez itt nem volt probléma? Hát ő tudott kicsit angolul, meg, tehát ő neki volt valami kis alapismeret angolból, tehát az így jött össze, és hát tényleg romantikus. Az embernek vannak olyan helyzetei, élethelyzetei, amikor úgy, mint a kicsit előre látná a jövőt. Én erről az egész nekem elég sűrű volt az életem, ugye, ahogy ebből a beszélgetésből is kitűnik. Én 2002-ben megjelentettünk erről egy könyvet, ami már azóta elfogyott, és most lesz az újabb kiadás, ami ezt a periódust lefogja. És ebben le van írva, hogy nekem mindig nagyon erős honvágyam volt, hogyha hosszú ideig külföldön dolgozta. Bármi, ami magyar volt, írás, szó, újság, tárgy, én nagyon-nagyon ragaszkodtam hozzá, és én megrendeltem itthonról a Dunántúli naplót Laoszba. Járt nekem a Dunántúli napló. Hát mondjuk, hogy 2-3 hetes késéssel megkaptam őket, de gyakorlatilag minden nap mentem a postára, és egyik nap egy nagyon szép nő rámosolygott a postáról. Mondom, biztos ez lesz a feleségem, és így is lett később. Na hát akkor ezt így kell eltervezni. Igen. Amúgy szükséges, amikor az ember mondjuk orvos, doktor segít, kiutazik különböző területekre, helyszínekre, ilyenkor kell az a biztos pont, aki mondjuk ad egy segítséget hátulról? Igen, tehát biztos pontok kellenek, tehát az nem jó, hogyha valaki teljesen izolált, tehát egy bizonyos helyzetben. Én számtalan olyan fiatal, ilyen nemzetközi szervezetekben dolgozó emberrel találkoztam, akiknek egy nagy nehézséget okozott, volt, aki rendesen be is csavarodott. Levetkezett mesztelenre, dobálta a két oldalt a házakat, úgyhogy rövid úton hazaküldték. Egyszerűen ez olyan stresszt jelent, hogyha nincs társ, akivel megossza ezeket a dolgokat. Ez nem jobb a család, tehát mindenkit arra biztatok, hogy feleséggel, férjel, családdal menjenek, vagy pedig valami olyan közösséghez tartozik, ahol tud valakihez szólni. Ilyenkor a neje is elkíséri egy-egy helyszínre, vagy ő inkább azért marad? Hát ugye miután Laoszból megérkeztünk ide, ő már nem kísért engem sehova, mert ezek rövid missziók voltak, ahol már voltunk, és hát azért mondjuk az öbölháborúba feleségestől menni, az kicsit macerás lett volna. Említi az öbölháborút, azért egy háborús helyzetben tevékenykedni gondolom más. Persze. Még ha nem is a frontvonal. Nem a ról beszélünk. Voltunk. Hát csak a céltáblán ültünk, és hát vártuk, hogy a szkadrakéták eltalálnak minket, vagy nem találtak el. Ja. Ugye a háború az mindig más, de ilyenkor az ember még egy adag félszál megy. Nem tud az ember, a laikus mire gondolni. Kell az adrenalin? Nézze, aki egyenruhát vesz, azt tudja, hogy mivel föl, azt tudja, hogy mivel néz szembe. Pláne háborúban, ahol ott a bombának azért nincsen szeme, meg a rakétáknak, hogy kit találjon el. Egy dologban egyetértettünk ott valamennyi társammal, hogyha valamilyen helyzet, jobb, ha hamar túl vagyunk rajta. Tehát, hogy ne kerüljünk hadofogságban, ne sebesüljünk meg, ne legyünk nyomorítak. Kész. Hát benne volt. Tehát nem volt biztos, hogy mi az a jövünk. Voltak ilyen védekezési praktikák, hogy mondjuk, na ha jön az ellenség, jön a támadás, akkor mi hát, legyen? Nézze, miután, ahogy mondta is, mi nem fronton voltunk, hála Istennek, hanem Dahránban egy nagy légibázisnak a kórházában voltunk, ami hát az ellenségnek ugye az iraki célpont volt, és csak attól féltünk, hogy eldurul olyan értelemben a háború, hogy féltünk, hogy beszáll Irán, és az pont a másik oldalon volt, de hát szerencsére ez nem következett be, és hogy biológiai fegyvert vettek be. Tehát ebben a csapatban a biológiai fegyver elhárítása lett volna az én feladatom, de szerencsére ez nem következett be. Ott ugye gáztámadástól meg ilyenektől tartottunk. Említette egy másik ugye kihívás, Sri Lanka cunami. Azért az egy teljesen más jellegű feladat lehet mondjuk egy természeti katasztrófa után segíteni az adott térségben. Gondolom, hogy azért itt az ember másképp is megy ki. Hát nézze, mondjuk, hát annyira másképp nem. Tehát az kell valami alapismeret ahhoz, hogy tudja, hogy mit vigyen magával. Tehát melyek azok a praktikus
eszközök, mit tudom én, ruházat, vagy bármi, amit vigyel magával, és rá kell készülni az, hogy tömeges betegellátás történik. Tehát mi nem bonyolult differenciált diagnosztikai dolgokat, hanem minden nap volt, mit tudom én, 120 beteg, akiknek ugye mindenféle bajuk volt a sebek ellátásától, amit egy kollégám csinált, az össze a maláriától a lepráig, mindenféle. Ilyenkor a napot azt úgy kell elképzelni, hogy reggel felkeltek, és ameddig tartottak pontosan a betegek. Pontosan így kell elképzelni. Tehát ez úgy volt beosztva, hogy mi, hogyha elképzeli a térképet, mi a Sri Lankának a keleti partvidékén voltunk. Az egy nagyon lapos terület, és ott nem turista látványosságok vannak ott, vagy nem nagyon. És nagyon mélyen bejött a víz, tehát egy kilométer mélyre bejött a víz, és ott nem nagyon voltak orvosok, úgyhogy oda irányítottak minket. Négyen voltunk ebbe a csapatba, akik mentünk, és akkor ott beosztották, hogy melyik menekültáborba ki fog dolgozni, melyik nemzetközi csapat. Mi öt menekültábort felügyeltünk, ahol két helyen rendeltünk, és ebbe az öt menekültáborba 8000-en laktak, tehát ez volt a mi részünk, és akkor elkezdtük reggel 8:30-9 körül, és amíg világos volt, ugye délelőtt az egyik helyen, iskolában voltak ezek a rendelők, délután a másik helyen rendeltünk, este megvettük a sörreinket, és akkor... Az ember ilyenkor tud lazítani? Tehát nem az van, hogy hazamegy az otthonba, és akkor kicsit kikapcsolja az agyát a betegektől, a holttestektől, a betegségektől, de hát ugye ott nem lehetett hova menni, gondolom. Nem lehetett hova menni. Ugye ahol laktunk, a szállásunkat, az 30 kilométerre volt attól, ahol rendeltünk. Az minden nap egy óra út volt oda, egy óra vissza. A kettő között, ugye amíg a tolmácsunk elment ebédelni, addig mi hát lementünk a tengerpartra, néztük ott a romokot meg, hogy hogyan takarítják el, meg mindig volt valami új, amit mondjuk az volt egy fél óra. És akkor átmentünk a másik helyre, és ott folytattuk. És addig, amíg ugye, napnyugtáig, amíg az utolsó beteg elment, addig csináltuk a dolgunkat. Mondjuk egy mentőcsapatnál behatárolt, hogy mondjuk meddig tud segítkezni, mondjuk Magyarországról elmennek, és ameddig van reális esély arra, hogy élőt találnak, akkor addig ott vannak. De egy orvosnál meddig szól a kiküldetés? Van egy bizonyos időpont, vagy akkor azt mondják esetleg, hogy még kéne maradni egy hónapig? Hát ez konkrétan a mi esetünkben úgy zajlott, hogy ez az adventista szeretetszolgálat szervezésében ment, ugye az ottani kolombói központtal összehangolták ezt a dolgot. 2x4 csapat ment ki, az első csapat mi voltunk, és utána jött egy váltás. 10 napig voltunk a helyszínen, ha jól emlékszem. És ugye itt különböző fázisok vannak, az akut fázisban valóban a mentés van, amikor kiássák a holttesteket, meg vakcinálnak minden. A másik fázis, amikor már a következményes fázis, amikor már a betegségek jönnek, tehát amikor valami járványok vannak, vagy a természeti csapás által okozott betegségeket kell ellátni. Tehát mi erre a fázisra mentünk ki, azt hiszem egy hét, egy 10 nappal ugye az esemény után, ez karácsonykor volt ez a cunami. Olvastam egyszer önnel egy online készült interjút, és az merült fel bennem, az egyik kérdező azt kérdezte, hogy ilyenkor nézte a tájszépséget. Bennem az a kérdés merült fel, hogy később, akár amikor segített bizonyos országokban és ott dolgozott, később gondolt arra, hogy visszautazzon mindenféle munkanélkül és egy kicsit pihenjen? Vissza tud ezekre a helyekre így menni? Hát visszatudnék, tehát nem volna semmi gond, ezek nagyon szép helyek ugye békeidőben, tehát amikor nincsen, tehát ugye Távol-Keleten jártam, ugye Bangkokban többször voltam, és hát minden további nélkül, hát a Sri Lanka is egy nagyon szép turista látványosság. Akkor ezek szerint az emlékek, vagy az, hogy amit ott látott, nem zavarja a pihenésben. Nem. Részben már említette, hogy írt könyvet, de hát ugye nem is egyről beszélhetünk, és írt olyat is mondjuk, ami azoknak szól, akik mondjuk el akarnak menni külföldre, mire figyeljenek, betegségekre hogyan lehet előre készülni. Ez ilyen tudatos dolog, hogy segítsen így is az embereknek abban, hát nézze, hogy... Ez szakmai tevékenység, tehát ugye ez, amire céloz, ez ugye egy utazásegészségtani könyv, ami orvosoknak és laikusoknak szól. Hát ezek szakmai dolgok, akit érdekel, az meg. Magyarországon még nem volt ilyen tárgyú, tehát ilyen részletes, vagy ilyen, mert kisebb, más jellegű munkák megjelentek, csak úgy vélem, hogy mi másképpen közelítettük meg ezt a dolgot. Mert hogy Magyarországon ilyet még azért nagyon nem lehetett látni, ön is említette.
Az emberek mennyire felkészültek ön szerint? Mondjuk Sehogy. egy. Ha már ma napjaink példáját nézzük, a H1N1-el kapcsolatban tömeghisztéria van, hogy most mi legyen. Mennyire vagyunk mi magyarok mondjuk felkészülve Hát egy mi ilyen egy könnyen járványra? hiszterizálható fajta vagyunk. Ha visszateszik rá emlékezni, akkor még egy darab oltás nem volt, de már mindenki tudta, hogy ez nem lesz jó. Tehát itt azért figyelembe kell venni, hogy a konkurencia is dolgozik. Hát nyilvánvaló, hogy az, aki itt akar eladni oltóanyagot, annak nem jó, ha nekünk is van oltóanyag. Tehát, és itt nagyon sok zavaros kommunikáció történt. Itt semmilyen nagy durranás vagy vadi új oltóanyag felfedezéséről nem volt szó. Ez egy stabil, standard oltóanyag előállítási procedúra történt, egy meghatározott vírus ellen. Ezt évtizedek óta így csinálják, csak a vírustörzsek változnak benne. Akkor ez ilyen piaci raffináció, hogy kommunikálják? Én érzékelek ilyet benne. Érzékelek ilyet benne, mert egy oltóanyagról azt állítani, hogy ez biztos, hogy rossz, meg káros, amikor még egy darabot sem gyártottak, mert ez elgondolkozható. Mondjuk, ha a gyártókat figyelembe veszük, mondjuk egy kicsit most elkanyarodunk, de hogyha a gyártókat figyelembe veszük, van különbség ellenanyag és ellenanyag között? A nevét meg az árát tekintve, a gyártót tekintve? Hát nézze, a gyártók tehát különböző technikákkal állítanak elő oltóanyagokat. Tehát ugye ami körül folyik ez most a jelenlegi szakmai vita az, hogy ez egy egész vírus, tehát egy elölt vakcina, ami egy darab vírus tartalmaz, tehát kérletesen értve. Ami egy erős immunreakciót vált ki, nagyon helyesen, mert félünk attól, ugye a problémát az adja, hogy ez ugyanaz a vírus, ami a 1918-tól 20-ig az Unión Spanyolnál tehát okozta, és ebben a betegségben 20 millió ember meghalt. Tehát ettől félünk, és ettől tart a WHO, hogyha nem történnek meg a tömeges oltások, akkor van egy olyan fogékony populáció, akiknek a körében egy nagyon súlyos lefolyású betegség alakulhat ki. Akkor ön azt mondja, hogy kell az oltás. Igen, én be vagyok oltva. Tehát én mindenkinek azt mondom, hogy minden felnőtt, akinek lehetősége van rá, oltassa be magát, és ugye terhes hölgyek a második trimesztertől, és ugye jóvá hagyták a 3 éves kortól is az oltást. Kicsit kanyarodjunk vissza akkor önre, mert most kicsit elkalandoztunk. Azon kívül, hogy orvoslással foglalkozik, a Pécsi Közgyűlésben is tevékenyen részt vesz, de hát úgy ez egy éve kezdődött. Említette, hogy azért Szekszárdon kezdődött. Hát igen, ugye még a rendszerváltás hajnalán, még ugye 88-89-ben akkor szerveztünk egy orvosklubot, így hívtuk, és az volt a rövidítése, hogy Szekszárdi Orvosklub, és a klubot C-vel írtuk, és a betűket összerakja, úgy nézett ki, SZOC, ez volt a rövidítése. És elhíresültünk arra, hogy nagyon nagy emberek voltak a vendégeink, tehát még a miniszterek lejöttek, majdnem Kádár is lejött, csak már akkor beteg volt. És például az első dél-koreai nagykövet, az első dél-afrikai, vagy hogy hívják, dél-koreai izraeli nagykövet, a Shlomo Marom így hívták, tudod, perfekt magyarul. Sőt, bizonyos konspirációt követően a szovjet nagykövet is, aki, hát mindig de kemény kérdéseket tettünk föl, hogy egyáltalán mi ez a szocializmus, meg. És hát ottan, ugye én voltam az ellenzéki értelmiségi, mikor meghívtak az MSZNP-nek a párt értekezletére, és hát mondtam, hogy a népek nem arra valók, hogy ideológiákat próbáljanak ki rajtuk. Úgyhogy elterjedt, hogy engem letartóztattak, de akkor már nem merték ezt csinálni. De hát tudtam, hogy figyeltek, zaklattak, telefonnal ezzel az, de szóval ezek érdekes idők voltak. És akkor? És akkor az MDF fölkért, hogy akkor vállaljak be ugye parlamenti képviselőséget, és akkor elvállaltam így az első ciklusban. Ahogy engedje meg a kérdést, amikor azt mondják, hogy valaki orvos, doktor, gyógyítással foglalkozik, van ideje, vagy csak szakítani kell rá időt az, hogy mondjuk politizálással foglalkozik? Hát ezek egymással összefüggő dolgok. Tehát, hogyha valaki arra szakít időt, hogy mondjuk a Karib-tengeren vitorlázom, vagy a Balatonon, vagy mit tudom, vagy lovagoljon, úszom, mit tudom, nekem, én erre szakítok időt. Persze. És akkor ez mondjuk tudatos volt, hát mert tudatos volt. Sokan azért félnek a politikától, politikusként neki kezdeni a politikának, mert azért az embereknek mindig van egy magánvéleménye, persze, de mondjuk politikával foglalkozni, abban dolgozni egy kicsit azért másabb. Nézze, én nem tanultam politizálást, én egyszerűen belecsöppentem, és azok voltak a szándékai, hogy valami változást kell csinálni az országba, és valahogy így jött ez az egész dolog.
De ugye az embereknek mindig az, hogy a huncut ember az, aki politikus megsimlés. Való igaz, hogyha nem rendes emberek politizálnak, akkor az egy maffia cselekedet. Szóval az gengszterizmus. Ezzel én is egyetértek. És nagyon sok idézőjelben teszem azt, hogy politikus más sem csinál, mint befolyással üzérkedik és üzletel. Tehát hogyha nem az a dolog, hogy mondjuk én politikus vagyok, és cipőgyáram van, és igyekszek minél több cipőt eladni, hanem az, hogy arra szövetkezem más politikusokkal, vagy akár a másik táborban levő politikusokkal, együtt nyújjuk le a közpénzt. Ennyi. Tehát Magyarország attól szenved, hogy iszonyatos a korrupció. Kicsi, nagy, minden szinten. Viszont engedje meg, hogy ezt mondom, de a jobb oldal és a bal oldal is ugyanúgy ezt megkapja. Ez így van. Azért mondom, hogy engedje meg, hiszen most a Fidesz soraiban. Persze, így is van. Nincs itt megengedni, ez emberfüggő. Tehát ez nem politikai oldalfüggő, vagy ilyen párt, vagy olyan párt, vagy olyan. Ez emberfüggő. Aki simlés volt MSZMP-sként, vagy MSZP-sként, vagy Fideszesként, vagy bármi, az simlés marad később is, akárhol van. Mert ilyen terve. Hát tessék visszaemlékezni, hogy a nullából lettek milliómosok. Hogyan? Hát és ez az összes béketáborbeli országban így van. Ugye a nagy Szovjetunió, hogy tudták, hol van a pártkassa. Vagy a munkásőrkassa, vagy a bármilyen kassa. Vagy tudták, hogy az a kapcsolatrendszer megvolt, hogy működött. Hát itt nem lettem milliómos, és képviselő voltam. Ugyanabban a panelban mentem vissza, mint onnan elindultam. Örültem, hogy egy darabig jobb fizetésem van. Kész. Kicsit kanyarodjunk el, ez mindig nehéz téma a politika. Sok teendő mellett azért pihenésre tudsz szakítani időt? Hát nézd, én már öreg vagyok, nekem nem kell. Nem kell. Én unatkozok, én nem megyek egy szabadságra. Unatkozok. Tehát az, hogy most 2 hétig ne csinálok semmit, pihenje. Mi a bánatod? Hát, unatkozok. Egyszerűen zavarna az, hogy nincs mit csinálnom. Jó, hát az ember olvas, internetezik. Hát azok is. Az ilyen sok nehéz feladatból nem kell kicsit az agyát az ember különböző dolgokkal foglalkozik, ezek egymáshoz képest a monotóniát csökkentik. Uh-huh. És azért ez így kicsit jó. Akkor én sok munkát hadd kívánjak, jó? Köszönöm mert szépen. Akkor ezek szerint ezt kell, és köszönöm, hogy elfogadta meg kívásunkat. Köszönöm szépen. Nézőknek a figyelmet köszönjük, egy hét múlva is tartsanak velünk, viszontlátásra.